1989-ben a rendszerváltás évében, immár 35 éve alakult meg itt Székesfehérváron a Vatai Ferenc Bajtársi Egyesület. Az elmúlt évtizedekben átalakult a szervezet összetétele és működése is. Jelenleg a fő célkitűzéseket a katonai hagyományőrzés és az érdekvédelem jelentik. A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége az a legnagyobb katonai érdekvédelmi szervezet az országban, mintegy 10 000 fő taggal és közel 100 tagszervezettel. Mi ennek a szervezetnek 1990-ben alapító tagjai voltunk, és az ővelük együttműködve végezzük a munkánkat, kiállításokat szervezünk, előadásokat, részt veszünk a fiatalok honvédelmi nevelésében. A jubileumi közgyűlés résztvevőit a Városházán Székesfehérvár polgármestere köszöntötte. Cserpalkovics András szerint egy történelmi város életében elengedhetetlen az ilyen közösségek működése. Annak köszönhetően, hogy vannak ilyen közösségek, ezek a hagyományok ma is élőek, hiszen ápolják őket. Itt tesz ezzel a vattai emlékét ápoló, és egyáltalán a katonai emlékeket ápoló egyesület, baráti közösség is. Én most már több mint 30 éve. Ezt követően a jubileum alkalmából újabb szalagok kerültek az egyesület zászlajára. Az ünnepség zárásaként elismeréseket, kitüntetéseket adtak át az egyesület tagjainak.